Kedves nézőink, bemutatom önöknek Sánta Ferenc írót, aki bizonyára nem ismeretlen önök előtt. Nem ismeretlen magából a tévéből sem, ahol több alkotása megfilmesítésre került. Megkérdezem, mi vezette eddigi közel két évtizedes írói pályáján? Az írói magatartásnak milyen felfogása? Én az irodalmat igen-igen fontos dolognak tartom. Olyan dolognak, amely az emberiség számára nélkülözhetetlen, és amely az emberiség számára igen nagy hasznot jelenthet. Az író minden művében szüntelenül elvégzi az emberiségnek azt a funkcióját, hogy önmagát figyelmezteti, önmagának példát nyújt föl arra, hogy tisztességesen kell élni, becsületesen kell élni, az erkölcsi törvényeknek a betartásával kell élni. Akkor vegyük a kulcsot. Fejedre vigyázz. Vigyázz. Ja. Emlékszel a fejedre biztos. Jó. Nem zárom be, hát ha jönnek fel lassan. Igen, jó. Tovább, tovább, tovább. Ebből is le kell nyírni majd a diófa hágaiból. Itt meg az almák hullanak, látod? Igen, már igen. Már össze kell szedni. Sokszor rálépek, és így csúszik az ember. Igen. Itt meg már omlik, látod? Aha. Egy kicsi, nem ez a Bajza utca. Arra is emlékszem, hogy itt volt. Hogy nincs, ha itt volt. Sánta Ferenc 1927-ben született, és egyáltalán nem lényegtelen, hogy pontosabban hol is született. Székely családban született. A személyes sorsa a rengeteg gyerekkori tragédiával, tehát főleg ez a romániai időszak, utána az átjövetel, utána az 56, ezek azt tudom, hogy idegileg nagyon-nagyon megviselték. Arra jött rá, hogy írni arról kell, ami nagyon fáj. Azt mondja meg nekem, édesapám, milyen ember az, aki a falat kenyérért magán hagyja a szégyent? Aki úgy sompolyog ismét a vájukhoz, mint a kutya, hagyja a disznó. Demokráciára alkalmatlan nemzet nincs. Olyan körülmény viszont, amelyik nem engedi kibontakoztatni egy nemzetnek, a népnek a demokratikus igényét, olyasmi van. Tehát ez egy ikonikus kép, én szerintem. 56. október 23-a, Bemszobor. Bemszobor talapzata. Édesapám marha boldog volt, hogy ott lehet, abban a vonuló tömegben, amelyik Pestről átvonul a hídon a Bemszoborhoz. Én a Petőfi Kör vezetőségének tagja voltam, és ez az úgynevezett, a vezetésen belül is ez az úgynevezett kemény maghoz tartoztam. Mi lesz velünk, így éges jó Istenem? Szerencsétlen nyomorult emberiség. Mi égette ki belőlük a jót, a szépet, a nagyságot? 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 1367 lépés. Az emlékezésnek a bűntudat jellegű benzumát szabjuk, ezzel nem járunk jó úton. Akkor járunk jó úton, hogyha az emlékezés, a tanulságlevonást annak az érdekében tesszük, hogy az egészet békévé oldja az emlékezés.